2022. október 1-től november 28-áig népszámlálás lesz Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal által szervezett felmérést 10 évente szoktak megtartani. Azonban a koronavírus járvány miatt 11 év telt el az előző népszámlálás óta, ami egyébként már 16-szorra valósul meg hazánkban. Ezeket a folyamatokat nem csak központi jogszabályok, hanem Európai Uniós jogszabályok is szabályozzák, és a különböző országokban egységes elvek alapján szervezik meg, rendezik meg ezeket. Ez a mostani népszámlálás a természetes személyeket, az itt élő természetes személyeket, illetve a lakásokat, illetve a nem lakás céljára szolgáló, de lakott építményeket fogja számba venni. Természetes személynek számít az, aki Magyarországon él és magyar állampolgár, illetve az is, aki bár nem állampolgár, de már legalább 3 hónapja életvitelszerűen az országban él. A népszámláláshoz segítségre is szüksége van az önkormányzatnak, ezért egy felhívást tettek közzé a lakosság körében arról, hogy számláló biztosok jelentkezését várják. A számláló biztosok feladata az, hogy meglátogassák azokat a családokat, akik az online módon kitöltendő kérdőív lehetőségével nem éltek, és őket a otthonukban fogják számba venni. Az adatfelvétel során közreműködő számláló biztosoknak empatikusoknak kell lenniük, jó kommunikációs képességgel kell bírniuk, és egy képzést kell vállalniuk, amely online módon kerül megszervezésre, e-learning tananyag formájában, és vizsgával zárul. Csak az lehető fel számláló biztosnak, aki ezt a vizsgát teljesíti. Mi várjuk ezeknek a személyeknek a rendelkezésre állását, akik vállalják ezeket a feltételeket. Július 15-ig lehet jelentkezni a Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalban, és nem csak a bonyhádiak jelentkezését várjuk, hanem valamennyi Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településen élő kollégák, lendő kollégák jelentkezését. Összesen 52 főre van szüksége az önkormányzatnak. Szeptember 15-től 30-áig a lakosság felkérő levelet fog kapni, amelyben felkérik őket arra, hogy egy elektronikus felületen online módon töltsék ki az adatfelvételi lapot, és csak azok kerülnek felkeresésre a számlálóbiztosok által, akik ezt nem teszik meg.